Zene Sóstón, Sóstó Noise, Sörfesztivál, csak néhány rendezvény, ami nyáron Sóstóra csábít mindenkit. Az idei felhozatát pedig Podlovics Lajos segít nekem összeszedni. Jó estét, szia! Szervusz, üdvözlöm a kedves nézőket! Hát de elsősorban azért mégiscsak ugye a strand, meg a tófürdő az, ami hát gyakorlatilag egy örök szerelem, nem csak a nyíregyháziaknak, hanem szinte mindenkinek, aki ide látogat. És ráadásul csodálatos időnk van. Májusban azért még egy kicsit szerintem aggódtunk, hogy lesz a nyár, de megérkezett, és ezerrel élvezhetjük a strandolást. Nemrégiben megnyílt, vagy megújult a tófürdő. Milyen volt a fogadtatása? Hát hála Istennek nagyszerű. Az idő is nagyon jó volt. Azt a kitűzött ütemtervet tudtuk tartani, amit felállítottunk magunk elé, és amit úgy publikáltunk is, hogy várhatóan június 15-én fogunk tudni megnyitni, és valóban hála Istennek meg is tudtunk nyitni, hogy minden előkészületet sikerült elvégezni. Nyilván mindig azt szoktam mondani, hogy olyan, hogy 100%-os nyitás nincs. Ez olyan, mint amikor az ember új lakásba költözik, már benne lakunk, de még utána még egy-két kiderül, dolgot megcsinál. Kiderül, hogy még valami van. Igen, de azért ilyen 99,5%-ban rendben volt, hála Istennek minden, és mindenki tényleg teljes mélszélességgel tudta birtokba venni a tófürdőt. De egy izgalmas munka volt, mert ugye a tél is ott volt, ami ugye hát nem kifejezetten az építkezés időszaka, aztán a májusban, ahogy említetted, végig esett az eső. Ebből gondoltuk, hogy jó lesz a nyár egyébként, mert örökké nem eshet az eső, és hála Istennek sikerült megőriznünk azt a fajta báját a tófürdőnek, ami egyébként az jellemző volt rá, ugye ez a tényleg ez a természetes tófürdő és a természetes környezet, amiben az ember nem nagyon avatkozik be, de hát azért mégiscsak 2019-et írunk, és már muszáj volt azért beavatkozni. És mik voltak, a tófürdőnek, aki esetleg még nem volt kint, bocsánat, mi volt az, ami a legégető probléma volt, vagy amit mondjuk, hogyha most hosszú idő után mondjuk a hétvégén kimegy, akkor biztos, hogy szembeötlő lesz. Minden szembeötlő lesz, mert minden eleme megújult a tófürdőnek, és mégis minden ugyanaz. Tehát ez egy nagy-nagy modernizáció volt a tófürdő életében. A bejárati épületek megmaradtak, ugye hát ezek műemlékjellegű épületek, közel 100 évesek, de a belső kialakítása, az öltözők, az zuhanyzók, a vendégeket fogadó terek, minden egy kicsit okosabban lett megoldva, sőt nem is kicsit, hanem jóval egy régi labirintus sikerült egy teljesen átlátható rendszeré átdolgoznunk. Az öltöző egy teljesen kulturált 21. századi történet lett, ahogy bejövünk, rózsalugas fogadja az embert, ami majd, ha megnő, akkor nyilván gyönyörű lesz. Teljesen új a zöld felületünk, ahol régen gizgaz volt és por és ilyenek, ott most modern térkő van, a régi csúszda eltűnt, két új csúszdánk van helyette, visszaállítottuk a régi nagy 50 négyzetméteres klasszikus téget, amire még mindenki emlékszik így a gyerekkorából. A vendéglátóterek új megjelenést kaptak, legalábbis a fogyasztóterek új megjelenést kaptak. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan modernizáció, ahogy mondtam, ment végbe, ami jó volt, és tök jó volt, hogy beszélgettünk a törzsvendégekkel már, amikor a tervek készültek, hogy ők hogy látják, hiszen ők, akik naponta ott fürdőznek, és az ő igényeiknek is próbáltunk megfelelni, és nagyon sok használható és nagyon sok okos dolgot mondtak, amit beépítettünk a projektbe, hiszen hát ez mégiscsak az embereknek épül, hát ez a fürdő. Na mesélj egy picit arról, hogy még milyen terveitek vannak a nyára, illetve milyen programokkal készültek, milyen különlegességek lesznek mondjuk a tófürdőn, hanem itt kifejezetten most már a strandra gondolok. Hát a strandon önmagában az Aquarius élmény és parfürdőbe, ott a szokásos programjaink azok mennek, ami ugye azt jelenti, hogy naponta akvatorna, zumba, bábszínház vasárnaponként, éjszakai fürdőzés elkezdődött minden szerdán és pénteken este 9 órától a termál részlegen megy az éjszakai fürdőzés, az elmúlt héten nyitottunk, meglepően jó vendégszáma, tehát már várták ezt is a kedves vendégek. Illetőleg hát ugye ezek egészülnek ki, mert ahogy beszélgettük, hogy Sóstó programok nélkül nincsen meg, önmagában Sóstó program, de azért kell, hogy este miután bezár a fürdő. A igen, akkor szóljon a zene, itt van ez a zene Sóstón című rendezvénysorozat, aminek én nagyon örülök. Tehát ez egy annyira bűbájos kezdeményezés, és megfogja az embereket, a járókelőket. Ez olyan, mint amikor látunk egy csomó ilyen nyugati filmet, hogy valahol valaki leül egy szál gitárra, és egyszer csak egy csomó ember körülötte van. Ez ugyanígy működik Sóstón, és valaki kiáll, vagy néhányan kiállnak hangszerekkel, akusztikus módon zenélnek, és az emberek megállnak. És igen, nyár van, mindenki szeret egy jó fagyit elnyalni, közben meginni egy üdítőt, és akkor zenét hallgatni egy gyönyörű erdei környezetben, ami Sóstóra jellemző. Tehát ez megvan.
van. A programok, ugye Sóstófest az most pénteken este kin új helyen, nem a Tófürdőn, hanem a régi Sóstó katlanban, ami ugye a Hotel Sóstó területén található. Aztán utána következik majd július 13-án a Sárkányhajó Fesztivál Sóstón, oda még lehet jelentkezni, honlapunkon az információk elérhetők. Július 20-án Sóstói Bogrács verseny, oda is lehet még jelentkezni, bár oda már előzetes regisztrációk alapján már minden hely el kell gyakorlatilag. Ezt követi majd a Sörfesztivál augusztus 9-én és 10-én, úgyhogy én azt gondolom, hogy van program bőven, hála Istennek azt látjuk, hogy egyre több nagy cég hozza ki a családi rendezvényeit az Élmény és Parfürdőbe hozzánk. Már majd minden hétvégére van egy cég, aki jön és azt mondja, hogy ő itt szeretné ezt a csapatépítő tréninget megrendezni, amit minden évben megrendez, mert jó kultúrát, szép környezetben, és az emberek örülnek és szeretik Sóstót. Hát meg hát imádnak fürdeni, meg egy ilyen melegben végül is az kell, hogy az ember egy kicsit hűsölhessen, és itt minden lehetőség adva van. Na, és nagyon szépen köszönjük, hát felcsigáztál a Tófürdő tekintetében mindenképpen, én még nem láttam, szerintem sok néző úgy van vele, hogy most már lassan ideje egy hétvégét kint tölteni Sóstón, és természetesen a kulturális programok is remekek lesznek, úgyhogy kellemes hétvégét kívánunk neked is hozzá. Köszönjük szépen, várunk mindenkit.